Ferences István, haláltáncház. Első menyasszonyom egy nyírfa seprű volt. A tündérerdők bánatra hajló, pokorra hulló ágaiból, az őrült, elátkozott menyasszonyok ködnövelő, szellőket ölelő, mélabúsan lengedező karjaiból fonják mifelénk a cigányasszonyok. Hamupipőkéit a pitvaroknak, kik úgy őrzik, mintha holdudvar lenne a székely porta tisztaságát. Hétvégeken elvegyülnek a kapu előtti porral, megmártóznak a sárban, szeméttel kélnek nászra, csűrföldeken, istálló padlatán, trágyadombok porondján szegődik hozzájuk a gyalázat. Kopnak, rojtosodnak, kifoszlanak, korán vénülőn járják megsemmisülésig a táncot a gúzsba kötöttet, még ki nem kosarazza, sarokba nem állítja a házasság szédelgő idő. Egy ilyen tündérből cseléd lányjá változott nyírfa ág seprűt kértem felén életemben legelőször táncra. Tükörtermek helyett az istálló, a csürföld helyett lett a mi tánciskolánk. Bodorhajú, szöszke kicsi lánykák helyett nyírfa seprű a partnerünk. Pedig milyen gyönyörűek voltak, milyen táncra hivogatóan kökény szeműek, csillagos homlokúak, a vélünk egykorú fruskák, kik bent a serkék táncházában ropták a lassú, a sebes magyarost, járták a polkát, a hétfélit, a németest, akik már a gimbelem, gombolom, légyenyém, angyalom dallamára, egy szál harmonika szavára cipelték a bécsi erdőbe a botlábú fiúkat, mert a muzsikusnak dalból volt a lelke, és elhozta a mi világvégi tájainkra is a tangót. De hiába szólt, hívott a zene, a kamasz csitrik ébredő szerelme, mi nem és nem, nem mentünk be az akkoron még élő táncházba, ebbe a gyalázatos, trágár, kegyeletsértő intézménybe, ahol lábbal tapossák a szentségesebb szomorúságot. A gyermeklélekbe szorított férfi bánatot, a riadalmas, holló fekete gyászt. Hiába csábított a vigalom, málna szörp, százféle sütemény, tombola, közös ének, zálogosdi, tánctanulás, mi oda nem. Nem és nem megyünk, mert mi gyászoltunk. És szégyeljék magukat a bentiek. És különben is pionírszervezet szervezte az egészet, és mi velük egy tálból nem cseresznyézünk. Mi piros nyakkendőt nem kötünk. Jönnek majd az amerikaiak, s attól fogva fogják felakasztani a kommunista csemetéket, mondták, mondta a falu jobbik fele, s véle mi is. Ezt vallottuk, és a gyászt. 1956. novemberét írták. Szomorú, ködös, letargikus november járta, 40 napos hideg-rideg, országos esőkkel, amilyenek csak a csíkban a Hargita keleti lábainál tudnak léleksorvasztóan, reményveszejtően zuhogni. Meg lehet, hogy emlékezetem csal, s elvegyíti egy másik ősszel az akkori verőfényt. Ha az volt, akkor a világ legnagyobb hazugsága volt, mert lelkünkben valóban borult, hideg, véraláfutásos volt az ég. Nem csak a felnőttekben ájult el a jó kedv, a remény, hatalmasodott a rettegés, hanem mi gyermekek a kamaszkor küszöbére botlott vásott kölykök is sírtunk. Készek voltunk a halálra, sirattuk a levert magyar forradalmat. Gyászunk mély volt és igaz. Annyira mély és annyira igaz, hogy barátommal messzire elkerültük az iskolai mulatságokat, a vasárnap délutáni gyermekbálokat, pajtási összejöveteleket. Megtiltottuk magunknak a táncot, a világi dolgok gyönyörét. Annyira komolyan vettük a gyászt, akár nagyanyáink, asszonyaink a háborúban elesettek, eltűntek meggyászolását, akiknek megsemmisülését évtizedekkel a háború után sem hitték el, várták,
talpig feketébe öltözetten várták Donkanyarból a férfiakat. Azt hiszem, azon az őszön jegyeztem el magamat örökre a mélabúval, ébredtem rá, elpusztítható voltomra. Hogy ne gyarmatosította volna gyermeki lelkünket a bánat, mikor a kurucok, az aradi vértanúk, Petőfi, Dózsa, Budai Nagy Antal és a magyar történelem más hősei mellé azokban a katartikus októberi napokban újabb hősök nőttek a gyermek lelkében. Nagy Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós, Donát Ferenc, Losonci és még sokan mások, akiknek hangja eljött az egyetlen rádión a félreeső Székely falucskába is. Akik elküldték újból a reményt, akik által olyan jó volt újból magyarnak lenni a Székelyföldön is. És akiket aztán megöltek. Apám letaglózottan ült a Borai mellett, amikor hallotta a rádióban a szovjet tankok dübörgését. Újból legyőzték. Anyám napokig sírt. Bemondta a rádió a celldömölki állomás, nővére élt ott bombázását. Személyes meggyalázásunká, verességünké lett az 1956-os magyar forradalom leverése. A párnapnyi felújongás, felszusszanás után újból visszatért a félelem, újból kulákok lettünk, osztályellenségek, újból hazátlanok, bozgorok. Rövidesen megkezdődtek a perek, eltünedeztek a falvakból, falunkból is a férfiak. Hiába jöttek az első szerelmek, öntötték el kamaszodó lelkünket és testünket az ébredő ösztönök, vágyak. Tilos lett a tánc. Mi magunk tiltottuk meg magunknak. Azt hiszem, képesek lettünk volna meghalni is. Barátommal egy nap születtünk, egy kereszt nevet viseltünk, s egy padban ülünk. Növeterre is egyformák, a legkisebbek voltunk. A tavaszon megkötött vérszerződésünkhöz híven felesküdtünk a gyászra. Felmetszett ujjaink hegyét illesztettük egymáshoz, hogy egyé vegyüljenek véreink. Vértől maszatosan esküdtünk az iskola fárszínjében örök barátságot, tettünk fogadalmat jó cselekedetekre, s arra, hogy mi magyarok vagyunk. Ennek az eskünek a jegyében határoztuk el titkos, egyéves gyászunkat 1956. novemberében. Ennek jeléül kabátunk bélésébe vartuk a Kossuth címert, melyet egy kőműves segéd tetovált karjáról másoltunk le. Aztán a padlásokon felfedezett könyvekből megismertük színes változatát is, azt rajzoltuk, másoltuk, versengtünk, ki tudja szebben, tisztábban bélyeg nagyságúra rajzolni, festeni. Egy évig, minden nap ezt a kabátunkba rejtett billogott, mert égette bőrünket, kellett egymásnak a gyász jeleként titokban felmutatni. És nem énekeltünk, és nem táncoltunk. Az iskola kórusában csak tátogtunk a többi közt, amikor a pionír vidámságról és az éhes proletárról szólt a dal. És jó tanulókként nem jelentkeztünk a történelem órán, ahol egészen más tanítottak, amit mi tudtunk. És nem tanultuk meg a verset a földműves társulásáról, az új barázdát szántó ekéről, a győzelmekre vezető pártról, a szahanovista bányászról, de megtanultuk Tompa gólyához és a madár fiaihoz című verseit, Vörös Marti Véncigányát. Gyászunk hosszú, hosszú volt, alig akarta végére érni, hisz jöttek a lánykák, jöttek a társak, a vidámak, s minket hiába hívtak, falábbal álltunk előttük, nem mozdult táncra a lábunk.
mert a közösségi tánctanulás kimaradt életünkből. Szégyenkezve, a barátok s a lányok csúfolódásait viselve, egyedül, elbújva a világ szeme elől kellett az elmulasztottakat bepótolni. Ki mást kérhettem volna fel tánctanulásra, mint a szénacsűr sarkában árválkodó nyírfaseprűt. Itt így lett legelső menyasszonyom a nyírfa ág. Ilyenkor ősszel, amikor a nyírfaligetekben vagy a Hargita sötét fenyői között árván felfehérlenek a karcsú, a szélben lengő nyírfák, tudom, hogy első és legszebb szerelmeim hullatják lombjukat, múlnak el a haláltáncházban, immár mindörök.